Volt már olyan példa is, amikor kértünk be árajánlatot egy Liszt Ferenc képre, illetve kértünk be egy árajánlatot egy kutyáról készült fotóra. És jött a kolléga, hogy hogyan lehet az, hogy többe kerül egy kutya, mint Liszt Ferenc. És ezt kellett így elmagyarázni, hogy tulajdonképpen azt a képet a kutyáról sokkal többen fogják megvenni, de nem lehet tudni, hogy ki volt az a fotós, valószínűleg egy név, aki lefotózta a kutyát, ezért volt magasabb az ára. Liszt Ferencről pedig az egy olyan portré volt, amelyik egy festmény, egy reprodukció. Az egyik galériába mentek ki és kireprózták a képet, és azt nem fogják olyan gyakran felhasználni.